Nézzük tehát az újabb párt. 134-essel Schmidt Gábort és Schmidt Wachter Erzsébetet látjuk, szintén a Százláb Boogie Woogie Táncsport Egyesülettől. Ők egy kicsit másképpen, más stílusban táncolják ugyanazt, tehát változatlanul a lassú bugi-buginál tartunk. Másabbak a mozdulatok, talán a közönséggel és egymással is szorosabb a kapcsolat. Az senkit ne zavarjon, és ez nem tartáshiba a bugi-bugiban, hogyha egy kicsit meggörnyedten táncolják ezt a stílust, mind a lassú, majd pedig látható a gyors bugi-bugiban is, hanem ez hozzátartozik a tánc stílusához. Trouble and war. Must be the children of the Israelite. Oh, God's gonna trouble the water. Wait in the water. Wait in the water. Következik a gyors döntő újabb párja, méghozzá a 134-es tartszámú Schmidt Gábor és Schmidt Wachter Erzsébet, akik egy nagy átemeléssel és egy visszatérő figurával kezdenek, ami láthatóan nagyon tetszik a közönségnek is, és a háttérben szurkoló vetélytársaknak is, hisszen a bogivulgisok jó része úgy tekinti a versenyt, hogy ez egy közös olyan esemény, ahol érdemes ott lenni, érdemes szurkolni, érdemes bulizni is egy kicsit. Nem feltétlenül a vetélkedés a legfontosabb, de természetesen ennek az országos bajnokságnak az az érdeme és értéke is egyben, hogy itt dől el, hogy kiszerzi meg 2014-ben az országos bajnoki címet a bugi-bugi kategóriában. És erre nagyon jó esélye van a 134-es tartszámú párnak, hiszen ők nyerték meg a lassú kategóriát, mindössze egy pontozó bíró ítélte őket a második helyre, a többi négy pontozó bíró egyes helyezési pontszámot adott nekik, és ezzel a lassú után nagyszerű esélyék vannak arra is, hogy a gyorsat is bekeberezzék, megnyerjék, és akkor itt az összesített végeredményben is ők legyenek a legjobbak, és ők szerezzék meg az aranyérmet az országos bajnokságon. Köszönjük szépen! Ez is remek volt! Köszönjük szépen!